Évek óta azt tapasztalhatjuk a Hévízi temetőben, hogy a smaragdtujják állapota egyre romlik, ezt egy kártevő bogárfajta okozza. A beteg tujákat fokozatosan távolítják el a parcellákról. A múlt héten a ravatalozó melletti szakaszon ismét fakivágást végeztek, és a tuják helyére oszlopos szilfákat ültettek a Gamesz munkatársai. Nagyon kevés szilva ma Magyarországon, mert az 1920-as, 30-as években bekerült Ázsiából egy szilfavész, egy gomba betegség az országba, ami szinte a teljes állományt kipusztította Magyarországon. Tehát nagyon kevés szilfát lehet látni mutatóval, az emberek alig ismerik. Az utóbbi években a nemesítés olyan jó fajtákat nemesített, alkotott meg, amik túlélik ezt a betegséget. Ez a fa azok közül való, ebből a csoportból való. Szabályos koromája lesz, tehát ez az ovális, szép formás koromája lesz. A felfelé növő lombkorona nem csak szépen fog mutatni, de egyben praktikus is, hiszen az eddiginél sokkal könnyebb bejárást tesz lehetővé a sírokhoz. A környezetet is egyszerűbb lesz tisztán tartani, hiszen míg az örökzöldek folyamatosan hullatják a lombjukat, még ha egészségesek is, ezek a fák csak évente egyszer, tette hozzá a Gamesz vezetője, aki elmondta azt is, hálás munkatársainak, hogy rövid idő alatt rendkívül precíz ültetési munkát végeztek el.